Szevasztok gyerekek! Elindult az idői felvétül. Ja. Tikkat a kapuszni. Az idői kapuszni leesik. No. Hú. Még szokatlan videózni. Ja. Hú, gyerekek. Á. Eléggé szokatlan mau. Gyerekek mauk. Nem tudom. Hány napig nem... Ha összeszámoljuk, szerintem majdnem egy hétig nem volt videó. Mármint vlog. Mert jól csináltam ilyen csatornatagsági videót, ugye. Bemutattam, hogy megcsináltam normálisra. Ja, ne alapon legyenek, meg minden. Utána ugye raktam fel ezt a titkok profilizét. Jó, hogy profilom van, mert... A légibe... Nem, azt nem tudok belépni, mindjárt elmagyarázom, akkor lesznek egy-két érdekes témát, gyerekik. Most lesznek, úgy érzem, mert vannak. Ja. No. Hát, hogy is kezdjem ez a Facebook, vagy na Facebook? Azért is akkor, mert lehet azért mondtam a Facebookot, mert ugye csináltam Facebookot is új profit, a légit letöröltem, bár az majd csak 30 nap múlva. Fogják letölölni, nem tudom, még kell van sokáig, még nem lehet egyből. Jó, hát gondolom, ha mégis meggondolja az ember magát. Mert, na mindegy, de most nem is ez a lényeg. Mondom, hogy a titkok, ugye, hogy is mondjam. Ugye már ugye mondtam abban a videóban, hogy ezt a e-mailt már letöröltem, de végül azt vissza tudtam szerezni, azt az e-mailt. Még hál' Istennek vissza lehetett. De az az érdekes, mondom, az az érdekes, hogy nem tudok telefonnal, telefonon keresztül nem jön az a kód, az a hivatkozási kód. Mert ugye, hogy mondjam, SMS ugye jön, mert nyilván a telefonszámon hozzá van adva, meg minden, SMS kód az jön, de az e-mailen nem akar jönni a hivatkozási kód, az a tudjátok, akinek van, de azt tudja, érti az 5-6 számjegyű kódok. De érdekes, hogyha a gépről akarok belépni a titkok profilomba, onnan megjön. Onnan jön. Vagy van a titkok live stúdió program, azzal is. Úgyhogy ha gépen keresztül jó, de ha telefonon akarok belépni, a lényeg, ugye? Akkor nem jön kód, nem jön a déli kód. Pedig már biztos helye állt az e-mail, mert jól tudom, hogyha le van törölve egy e-mail, akkor utána kell egy kis idő, mire helye áll, reagálódik, hogy újra elérhető legyen, vagy mi. De minden jó, mert kipróbáltam, hogy már mondom, hát mondom, a gépen jó. Csak a telefonon nem akar jönni az a déli kód, már lassan 3 napja. Próbálkozok és nem akar jönni, de így a telefon keresztül nem tudom bejön, de a gépen meg nem érek semmit, mert ugye gépen most jó, a gépről is lehet feltölteni videókat, tehát az kicsit bonyolult. Nem az, hogy bonyolult, hanem bonyolaldasabb. Ja. Telefonon azért egyszerűbb feltölteni videót. Kíván. Gyorsabban megvan, meg stb. Azt akkor, ja, így jártam nagyjából, amit így ezzel kapcsolatos. Nem tudom, hogy mikor fog megjavulni az e-mail, hogy pedig hát már megjavul, pedig meg kéne javuljon, hát mondom, más e-mailek már jönnek, megmondom, gépről be tudtam jelentkezni, szóval érdekes. Igen, akkor ha mondom már a Facebookos dolgot is, csak most annyira nincs kedvem videózni. Tegnap lett volna kedvem, csak bátyám hazajött, mert hamarnapos maut. Nem volt kedve mondom, sokáig dolgozni. Ja. Tegnap lett volna kedvem. Mondtam is magamban, hogy a... Nem igaz, és már jött hamar. Én meg akartam. És akkor pont akkor írt valaki, hogy írta is, na mi van, no kedv videózni? Hát lenne csak, mondom magamban, hogy lenne csak, hát... Bátyám hazajött.
Ja, pedig ugye délután elmentek fatelék, meg minden. Úgyhogy most meg annyira nincs kedvem. Ja, annyira nincs úgy. Lehet gondolom, hogy csak azért is, mert hogy már régen blogoltam, úgymond. Azt, ja. Pedig most úgymond, hát ilyen semleges kedvem van, mikor milyen. De várjatok már, mert... Hogy van ez az én? Teltett cigi. Facebook meg azért töröltem a profilt, mert, hogy is mondjam, már nem akarom azt használni, már elég volt, nem akarom, hogy legyen 4500 ismerős, még van a 4000 valami ismerősöm van ott. Még mit tudom én, hány követem ott, mondjam, követőt is lehet ott telezni, majd. Ahogy mondom, én már nem akarom azt használni, inkább új Facebook, és akkor csak is olyanokat fogok visszaigazolni, akiket tényleg ismerek. Úgymond most ilyen rajongókat már nem nagyon. És akkor, ja, hogy akikkel már tényleg esetleg beszéltem, vagy valami, vagy ismerem, netelől, meg ilyenek, tudjátok. Így döntöttem, azt akkor majd, hát tennap ugye töröltem azt le, azt majd május 24-én, vagy mikor fogja. De jó sokáig 30 nap, mert még a 14 nap, mert ugye van például, amikor a Discord profilomat is töröltem, ott 14 nap volt. Még a 2 hét oké, azt még megértem 2 hétig, még ha meggondolja magát az ember, mégis vissza akar lépni, oké, azt még meg tudom érteni, na. 2 hét, de 30 nap, ember, hát csak egy Facebook. Még a titkok is egyből letölteti, ha titkokat is ugye letölöltem hányszor már, meg a YouTube csatornámat is, érdekes, azok ott egyből, tehát tényleg ott nem az, hogy 2 hét múlva, vagy 1 hét, vagy 30 nap. Azért mondom, hogy csak az ilyen, nem tudom, miért olyan, hiszen a Facebook meg a Discord, hogy miért nem lehet úgymond egyből azt is. Ja. Úgyhogy ez a... ami történt nagyjából. Ja, meg ugye töröltem a csoportomat, vagyis hát nem sikerült teljesen. Tegnap egész nap ezzel tölt el az időm. A 4000 valamennyi követőt, vagyis embert eltávolítottam, mert külön egyenként, mert ugye néztem róla videókat, hogy hogy lehet csoportot törölni. Tehát sokan úgy írták, meg mondták, hogy csak úgy, ha külön egyenként a kitörlem a tagokat, eltávolítom. Hát nagyon jó, 4000 valami 100 tag volt rajta. De hát az sem volt már aktív, hiába raktam ki videókat. Semmi reakció, semmi hozzászólások, már untam. Ugye azon nem nincsen hiába 4000 tag volt rajta, ami ugye ki volt rakva, akik már látták azt a csoportomat. Mi is volt, de hát még mondom, benne van, mert azért nem sikerült letölni, mert van egy tag, akit nem tudtam eltávolítani, se letítani, kitítani a csoportból, se eltávolítani. Na mondom, akkor biztos azért, mert hogy én tiltottam le, és akkor biztos azért nem engedi. Mármint a profi, Facebook profilommal biztos én tiltottam le. De nem, mert, hogy mondjam, feloldottam, és utána akkor sem sikerült. Hát mondom, gondolkozok, hogy akkor mitől van ez, hogy ne... Meg sem tudom nézni a profilját, hogy olyan, mintha ő is tölölte volna a profilját. Ja. És akkor így emiatt nem engedte kitítani, vagy tölölni, eltávolítani azt egy tagot a csoportból, mert ugyan, hogyha csak én vagyok egyedül tag a csoportból, akkor tölődik. Ha kilépek a csoportból, akkor ugye letölődik a csoport. Ja. Ne, ugye néztem róla videókat, hogy a izébe lehetne. De hát csak így, elvileg.
De hát mindegy, hát kiléptem, majd nem tudom, az akkor az az egy tag maradott, aki úgymond most, hogy fent van, vagy nincs fent, vagy nem tudom. Valami izé volt a neve, aki megkeresi, hát igaz, most hiába mondom a nevét, nem élek vele semmit, mert sok olyan név van. Valami Horváth Dávid, vagy mi volt a neve. Ja. De ha valaki ráír, hogy lépjen már ki, mert ha gondolom, ha ő is kilépne, akkor gondolom törődne a csoport. De hát így akkor már nem fog, mert... De mondom, hiába megnéztem az új Facebookommal is, akkor is azt mutatja, mintha az a profil mert tölölte volna magát, ő is. És azért nem, de attól miért nem lehet eltávolítani a tagot, értitek? Most oké, ő letölölte magát, ő is a Facebookról, meg minden, de hát... Jaj, mindjárt kiesik a cigi kezebből. De jó, helyre laktam. Úgyhogy nem értem ezt a dolgot. Na mindegy. Jaj, pedig most hoztam a selfie-botot. És elég vénel fogom ezt. Meglátszik, hogy annyira még is kellem videózni. Ja. De hát most már akkor is legyen már egy kis vlogocska. Vlog videó. No, na mindegy, ezek a dolgok, ez történtek. Facebook meg a titkokat, ugye elmondtam nagyjából, ahogy tudtam. Most Ili telefon téma jön, mert ugye ami van ez a telefon, el akarom adni. Még van rajta 7 hónap garancia, megnéztük. Két év garanciás ez a telefon. És akkor 100 étlen hirdetem a oldalakon, ahol hirdetem. És akkor ugye kilaktam Facebookra is, ugye van az a marketing, meg a mi volt még, valami apró hirdetés.hu, igen, azaz. Azt mondják, hogy az a legjobb. Oda is, de még eddig nem sikerült, mert már az, ott mondom azt is már, hát vagy 4 napja már hirdetem, de még senki nem jelentkezett, hát vagyis jelentkeztek, csak azok csalók voltak, majd elmondom, hogy mi történt. Nem akartam elmondani, de jó, hát miért vagyok ebben, én nem kiesik a cigi a kezemből. Hát előbb is majdnem kiesett. Ja, tik. Nem tudom is mi van vele, olyan furcsán is fogom ezt a Ili selfie botot is, lötyög, mint a izé. Lehet, mert túl messze van a selfie bot, kicsit közelebb toltam most. Most lehet, hogy jobb lesz. Most így kicsit ilyen idegenkedek, jelekik. Hát azért el lehet szokni a videózásból. Na mindegy, azt akkor azért akarom eladni, mert mondom, még addig még garanciás. Mondom, mert néztem ki egy új telefont, nem is rossz. Nem is, hát nem azt mondom, nem rossz, hanem jó. Igaz, hogy az középkategóriás lenne. Ez meg ugye elvileg csúcs kategóriás, csúcs telefon, de hát az jobban néz ki, jobban tetszik, valami. Hát az is Xiaomi, meg Poco, valami X6 Pro, nyilván biztos ismeritek. 145 lenne a arza.hu, ott lehetne jobban megkapni, ami úgymond ami ismerős oldal, a többi oldalon nem nagyon ismerős, például Emagon nem láttam, hogy lehet kapni. Ja. És oké, középkategória, meg minden, de én szeretem az ilyen pocoltelefonokat, nekem eddig nem nincs vele bajom. Mert azért akarom eladni ezt a telefont, Poco F4-et. Mondom, hát ugye, hogy mondjam.
két-három év után mindig kicsit már úgymond megunom már a telefont, hogy jó lenne váltani. De szerintem, ahogy olvasgattam, amikor nézgettem videókat a telefonról, hogy van olyan, aki az is két-három évente vált telefont, mert neki is úgymond, hát hogy megunja. Mármint, hogy már akar újat. Ja. Úgyhogy ezért szeretném megpróbálni eladni, mert ugye két telefont akkor se akarok. Azt szerintem hülyeség, ahogy már ugye beszéltem erről. Úgyhogy ja, hát nem tudom, hogy 100 ért sok-e eladni. De hát semmi baja nincsen, semmi kart, ugye van rajta üvegfólia, meg minden. És ugye semmi, tényleg semmi baja, minden működik rajta, mint eddig. Úgyhogy annyi, hogy jó másfél éves telefon durván, mert 2022-ben lett véve, de hát semmi baja. Én legalább úgy adom el, hogy tényleg semmi baja, nem azért, mert szar vagy, mit tudom én. Értitek? Úgyhogy hát nem tudom. Ja, na mindegy, hát meg lehet, ha sikerül. Én mondom, még csak 3-4 napja van, hogy ki rakva hirdetve, de még fatának nem jött még hívás se, semmi se. Nyilván fatának a számát adtam, meg biztos nem az enyémet. Ja. Na mindegy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Még majd ti mit mondtok elő, hogy él annyit 100 000. De hát úgy is szoktak ugye alkudni, szóval azért is raktam ki annyit, mert kéreztem fatától is, meg minden. De hát úgy is mindig alkudnak, ugye a PlayStation 5-ét is alkudtak, 160-ról 150. Úgyhogy azért mondom, hogy úgy is alkudnak, az akkor na. Így ha azt mondják, hogy 90-et annának, akkor még egyefene, még azt mondom, hogy oké, de hát 90 alatt azért az már szerintem olcsó lenne, nem? Oké, hogy másfél éves, de hát már 17 percen megy a videó, az igen. Na mindegy, úgyhogy meg ti mit mondtok arról a telefonról, amit kinéztem, ez a valami Xiaomi Poco X6 Pro. Nektek mi a véleményetek erről? Nektek is tettik-e, aki már nézett róla a videókat, meg vagy akinek van már néha olyan telefonja. Elvileg az a telefon néztem, 2023-ban jelent meg. Ja. Úgyhogy nekem az a telefon tetszik, amit kinéztem. Úgyhogy azt a telefont akarnám, majd. Meg azért is gondoltam, mert hogy ugye, hogy a YouTube-on van ugye jött úgymond zárójelben sok pénz, ilyen, hát nem tudom mennyi lesz majd a konkurensencén, a kövi hónapban mennyi jön össze, hogy most pont ugye van a csatornatagság a 30 000, de abból azt mondta valaki 24 000-et fogok megkapni, meg ugye, amit pénzt kerestem videókkal 14 000, és akkor az is így összeadva nagyjából nem tudom mennyi lesz majd, ilyen 30 000, vagy 35, vagy 40, nem tudom mennyi lesz pontosan így összesen. És akkor úgy volt ebben, hát már úgymond, zárójelből sokat kerestem. Már előre gondolkozok, de nem baj, hát lehet előre gondolok. Akkor mondom, miért inkább akkor gyűjtögessek, és akkor vegyek akkor a telefont. Jó, biztos mondanátok, hogy legalábbis a úgymond egy-kettő olyan, úgymond troll. Ja, neked minek telefon, mert leégel is mindig ezt mondták, hogy neked minek, neked ez is minek, az is minek, ez is, az is, ez is. Ja, mindig ezt mondták, hogy ja, neked minek. Hát én is ugyanolyan ember vagyok, én is akarhatok, vagy vágyhatok valamire. Ja. Úgyhogy. Igen, mert tényleg mondom, mert mindig ezeket kaptam, hogy jaj, neked mindig olyan, ez meg az. Már elég idegesített, hogy mi az, hogy neked minek? Hát én is megkaphatom, vagy vehetem, ami szeretnék. Úgyhogy, ja.
Reméljük, hogy majd összejön, hát azért is, mert mondta is Futel, hogy hát de még hova adod el ilyen hamar? Nem rájön majd nyáron, nyárfele. Hát de mondom, ki tudja, hogy mikor lesz, és mikor sikerül, ki veszi meg, hogy veszi meg. Úgyhogy ezért is gondoltam, inkább minél hamarabb, még addig még több garancia van rajta, és akkor az, mert úgy még jobban megveszik az emberek úgy is általában. Ja, megmondom, én legalább nem úgy adom el, hogy átvelném a embereket, hogy hú, jó telefon, jó állapotban van, de mégse, ugye az van odaírva a leírásban, jó állapot, meg minden, de mégse. Most akkor mégis lehet, hogy van valami a telefonnal, értitek? Jó, nem mindenki ilyen nyilván tisztelt a kivétel, persze. De én legalább úgy adom el, hogy nem hazudva, hanem úgy, ahogy ki van írva. Ja. Na. És akkor jön a fő dolog, amivel megszívtam gyerekik. Ja, arra is voltak nagyon videók, mert kicsit két voltak ilyen intézések, ügyintézések utána pénteken, mert ugye Facebookon kiraktam ezt a telefont, meg minden is, akkor írtak is nekem, hogy előre fizetéssel megvenni, GLS futállal, GLS lehozná, ide elvinni, és akkor számlámra utalna, meg minden. Meg is adtam a számlámat, meg minden. És de kérte az e-mail címemet, hogy adjam meg. Jó. És akkor én mondta, állítólag hölgy volt, de nem biztos srác volt. Na mindegy. Azt akkor én hülye, megbeléptem az e-mailbe, amit küldött linket menjek rá, és akkor pup, jött is az e-mail OTP-től, hogy ismeretlen valaki lépett be Windows-zal. Chrome! Hoppá, mondom, ajaj. És már egyből fel is, úgymond, nem feltölték, csak beléptek a OTP-be. Még nem adtam meg semmit, csak rámentem arra a linkre. Hát, az is már elég. Hú, mondom, hót, ideg voltam, minden, nem. Még egy hónapja van meg az a OTP, meg minden, és már. Hát, nem igaz, éj hülye, hát meglátszik. Jó hülye voltam mi, és akkor egyből fel is hívtuk, felhívtam az OTP-t, hogy ilyenkor mi a tehet, de hát be kell menni, és akkor megszüntetni, meg minden. Meg is történt a dolog, ráadásul a OTP-snek a irodai vezetővel, főnökkel beszéltünk, és mondtam is neki a dolgokat, hogy YouTube-ozok, meg stb. Ja, így elbeszélgettünk, ott voltunk egy, hát, durván egy órát, és akkor mutattam is a csatornámat neki, meg minden, így el voltunk, rendes volt, meg minden. A OTP is főnök vezető, irodai vezető, vagy mi. Úgyhogy elbeszélgettünk, és akkor ajánlotta, hogy csináljak ilyen PayPal számlát, és akkor abba fel tudom lakni a pénzemet, ami jön. Ha mégis történik közeljövőben van, ami megint, akkor azzal meg tudom védeni. Meg lesz webkártyám, az, nyilván akiknek van OTP-jük, azt tudják. 100 van, ami 70 vagy hány, mennyi forint lesz azzal így havonta. 1040 forint ugye a havonta lesz az én. És akkor így lesz webkártyám, online webkártyám, azzal tudok vásárolni, nem kell a igazi bankkártyám van, amit majd kapok, mert ugye a bankkártyámat is letiltották, és akkor lesz egy portkártya, ami 2500 forint, nagyon jó, úgyhogy jól megszívtam én. Most nem Cheigo cheat-et töltöttem le, igen, hanem beléptem én hogy a DB-be, hogy folytassam a megrendelés, hogy írtam már, hogy menjen be, hogy folytassam a fizetési elfogadási valamizét, hogy ha belépek oda, akkor onnan meg fog jönni az összeg, amit küldöttem, de mondtam is, nekem gyanús volt, hát ez ilyen nincsen. Hát neki kell elküldeni a számlámra, és akkor úgy jön meg a fejét. Hát furcsáltam is, de annyira izgultam, hogy már ilyen hamar írt valaki, hogy sikerül eladni a telefon, mondtam is utána, hú, nézzétek, mert lehet, hogy sikerül eladni ilyen hamar. Nem mondom, mondtam is, hogy na akkor mi lesz, hogy ha meg lesz a telefonom, vagy na el lesz adva, akkor nem leszek addig
nem lesz telefonom, akkor addig gépen tudok csak majd izéni. Jó. Jó, hát akkor legfeljebb, ha te előre kifizette volna ezt a maradék pénzt még, ami lett volna előre úgymond hitelbe, mert már csináltunk ilyet, hogy fateltől kértem előre hitelbe pénzt, és akkor majd megadtam neki, amikor tudtam. Mégis már csináltam ilyet párszor, hogy ja, így hitelbe kértem tőle előre. Nem is egyszer volt már így, de mindig megadtam. Úgyhogy, ja. Úgyhogy eléggé az a baj velem, hogyha már izgulok, hogy hú, ezt meg fogják venni, meg minden, hogy érted, és annyira nem voltam a tudatomnál, hogy belementem. És pedig hát én meg józan voltam, nem is ittam, nem is, hogy jaj, de piásan mentem volna bele. Úgyhogy, ja. És akkor óra kellett csinálni az OTP szerződést. A számlám ugyanúgy, ahogy az maradt, néztem. Csak annyi, hogy letiltották, és akkor az új fajta szerződés, mintha regisztráltam volna. Csak annyi a számla, az ugyanaz, mert azzal azt mondták, azzal nem tudnak mi csinálni, vagy mi a... Mi. De a lényeg, hogy újra regisztráltam minden, letiltottak mindenhol. Úgyhogy ez történt. Jó, mi? De én mutattam is, mondom a földöknek, hogy az e-mailt egyből rá, amikor megmutattam. Ja, ez is ismeri, tudja, ez sokan már ja, pólójátok így. És akkor a lényeg, hogy lesz ez a webkártyám, és akkor mondta, azzal tudok vásárolni neten, és akkor az úgymond azzal nem tudott tényleg semmit csinálni. Ha mégis történne valami megint, hát mondtam neki, most már odafigyelek, nem fogok bedönteni az ilyeneknek, hogy mennyi áll linkre, meg minden, mondta is, hogy hát most lehet, hogy azt mondja, de lehet, hogy már egy hónap múlva megint belemegy. Hát, ja. Úgyhogy tök jó volt. Hogy így, ja, hogy beszélgettünk, hogy a légi videózám, nem ismerte, hogy most hogy videóztam. Hát ilyen, nem is tudom hány éves lehetett, ilyen 30-40 körül, mint én. Valamennyivel kicsit idősebb, inkább lehet 40 éves. Jó, nyilván mindenki nem ismerhet. Ja, azt akkor így mondtam neki, hogy miért nyitottam a számlát, meg minden. Ugye még nem dolgoztam, meg ilyenek, és akkor ezen nyitottam, mondta is, hogy jó, jó, hogy nem is nem volt rajta annyi pénz, amennyi kell. Mert akkor biztos, aki ellopta, az már egyből, hogy mondjam, akkor már elköltötte volna azt a pénzt, hogy csak 300 van, amennyi forint volt az egyenlegemen. Úgyhogy így jártam ezzel a dologgal, hogy annyira ülültem, mondom, na most már több én. És akkor ugye még utána írt a Facebookon a marketinges eladási izébe, cuccba. Írtak vagy 7-8-an, el is küldtem fatalinknak. És mind ilyen előle utalással írt, meg hogy így GLS, így Foxbox, vagy mi az Fox, Fox, meg mi az még? Nem csak a GLS, hanem milyen szállítás van még? Foxbox, vagy Fortbox, vagy mi az már? Nem tudom kiejteni. Hogy azzal, és akkor, hogy előre így, hát ez az újfajta ilyen pénz levonási csalók, inkább így mondja. Ez az újfajta. Hát mondom, ez mind az. Nem is írtam neki vissza egyáltalán, utána nem. Mondta is Fatel, hogy max azt írjam nekik, ha érdekel a termék, akkor hívják fel azt a telefonszámot, ugye. És akkor azon érdeklődjenek. Nem, de mondj nem. Nem élni kell. Jó, azzal is meg lehet oldani, persze érdeklődni az írással is. De ha valaki tényleg érdekel a termék, aki eladja a dolgokat, akkor fel kell hívni. Az a legegyszerűbb. Jó, ott is lehetnek az átverések, hogy na akkor postai
költséget állja meg minden, és akkor ugye küldjük el. Ugye múltkor is így volt a telefonommal, a pocolja számmal, hogy postán által lett elküldve oda, de hál' Istennek ő kifizette, úgyhogy nem volt átbaszás. Csak ugye ott is lehetnek átbaszások. De még esik ki a cigi a közelből. Úgyhogy így jártam gyerekek ezzel. Jó, mi? Egy hónapja, mert ugye március 18-án nyitottam a számlát, és akkor pik-puk. Na most biztos mondják egy-kettő Thomas Johnson is, hogy ej hülye. Hát de most más is jár így, hát valaki, már nem csak én, hát hányan járhatnak így. Akik úgymond véletlenül belementek ebbe a dologba, azt hitték, hogy biztos van ilyen eladási tudsz, hogy ha rámegyek az e-mail linkre, akkor kifizeti a... De hát, ja, ilyen nincs. Mert mondom, valami olyasmi volt, mert már letöröltem azt a linket, ezt az e-mailes linket. És ugye azt az e-mailt töröltem le akkor. Mert úgy, és akkor azért mondom, akkor inkább letöröm az e-mailt, mert mondta is az OTP főnök, hogy akkor váltsak e-mailt, ugye. Az OTP fiókomra is váltsak e-mailt, inkább minden új legyen, új PIN kód, új jelszó, új minden. Ja, hú, gyerekek, mondom. És ezzel most én fejemmel jól még szívtam. Most elég kell fizetni a portkártyáért majd. De ugye az is majd 2 hét múlva fog megjönni. Mármint nem megjönni, hanem majd SMS-be fognak érdekesíteni. És akkor majd be kell menni a füledi OTP-hez. Személyesen be kell menni és ott átvenni. Ja. Hát. Érdekes mi? Ahogy jártam, elég mondom most. Már ez már jobb téma volt. Jó, hát tudom, nem nagyon sokan szeretik ezt a kártyás témákat, mert ugye volt már írta valaki, hogy jaj, nem beszélj mindig kártyáról. Hát ez is olyan, mint a támogatásról, hogy a támogatásra szereti mindenki, ha arról beszélek. Tehát most, ami történt velem, akkor erről mélyre beszéljek. Most ez történt, nyilván elmeséljem, mi történt, ha azért vagyok videós, hogy elmeséljem. Megmondtam is a OTP-snek a főnöknek, hogy majd beszélek, hogy róla, hogy... Hát, hogy... Na, hogy milyen kedves volt, meg stb. Úgyhogy... Na biztos írja valaki, jaj, mert híze lesz, mert az OTP-s főnökkel beszéltél, hogy hát, ha valami kedves, mi... Á, biztos nem azért, csak mondom... Megnéztük is, hogy mondom, miért? Hogy nem oda megyünk, ahol vannak a sorszámok, hogy ahol többi ember, hanem ilyen helységbe mentünk, ilyen kis helységbe, hát olyan irodai helység, és csodálkoztam is, hogy miért oda megyünk. Aha, utána mondtam, hogy fatál, hát mert hogy ez a főnök volt. Úgyhogy így, ezt történt gyerekik. Bajdos mi? Eléggé. Már 33 perce megy a filóvlog. Hát ez most tényleg jó kis filóvlog. De hogy miért jártam így? Na, hát jó hülye voltam. Annyira izgultam. Tényleg annyira fel voltam dobva, még minden. Hú, nem láttatok akkor. Láttátok volna, hogy ezért nem volt nagyon kedvem videózni utána. Jó, mondom, tennap már lett volna kedvem, mert ugye pénteken intéztük el a OTP-s dolgot, mondtam is Vatának, hogy akkor inkább menjünk el személyesen, mert ne a videóhívásba intézzük el ezeket, hogy intézem el ugye, hogy felhívni az OTP-séket, és akkor újra megigényelni a dolgokat, hát az úgy bajadalmas, hanem személyesen egyszerűbb, és akkor, ja. Úgyhogy mondtam is, na, inkább jobb, ha megyünk. Na, mondom, ha van kedve Fatának is, persze. Mondtam, jó, van kedve minden is, akkor menjünk akkor. Ne halagassuk el jövő hétre, hanem... Erre a hétre, hanem akkor minél hamarabb. Ja, nehogy bal legyen.
Hát, kíváncsi leszek, hogy mit fogtok élni, hogy hát meglátszik, hogy hülye buta vagy. Ezért belementél a dologba. Hát de nem csak én, mert biztosan van más is. Hát, hányszor hallottam, hogy így meglopták ezt a OTP is ügyfélt, vagyis a levőt meg stb. Nem csak én járok így, hát biztos nem csak én, hát. Ja. Meg biztos nem tudom, hogy ti is észrevettétek ezt az új madarat, ha halljátok, nem tudom a telefonon mennyi lehet hallani. Ez az új madarat. Állítólag van kétfajta, vagy új madár hang. Mondom, most is nem csinálja, elég idegesítő. Utána, ez a új madár, ilyen, hát, múlt hét szerda óta talán van. És akkor utána küldte bátyám is, hogy hát igen, mert állítólag Amerikából jöttek ide, mert valami, nem is tudom már milyen madarak ezek. Az egyik nem tudom milyen lehet, már pedig mondta bátyám, a másik is van egy olyan fajta madár hang, ami úgy olyan hangja van, mint a tűzoltónak. Vagy a rendőrségnek. Hát mondtam is, nevettem is, hogy úristen, van olyan. Hát lehet, nem tudom, ti erről mit gondoltok, hogy hallottatok. De ez, amit most nem tudom videóban mennyire lehetett hallani, de nagyon idegesítő. Hát most már néha kezdem megszokni, de amikor mindig reggel, ugye, már ugye 5 óra fele el szoktak kezdeni már csipelegni, ezt akkor utána az a idegesítő új madár is elkezd izélni. És akkor olyan hülyén tudok tőle elaludni, a szegény jaj, mint a... Tudom, hogy most nem kell engem egy sajnálni, csak hát na. Na mindegy, úgyhogy nem tudom ti erre a két madáró, vagy három madár, vagy nem tudom mennyi. Hogy van fajta új madarak. Ja. Hát remélhetőleg elmondtam mindent, amit akartam, mert főleg ezt az OTP-st akartam elmondani, meg ugye hogy jártam a titkokkal, és ugye ezért töröltem akkor azt a titkok e-mailt. Csak hát ugye nem néztem utána, hogy a titkok, ami van 23 ezer követőm, nem néztem meg, hogy azon van az az e-mail, amik az OTP-s fiók e-mail jött, az a GLS. Mondom, akkor inkább eletőlem azt az e-mailt. De hát nem néztem meg, hogy a profil, a titkokom profilom, hogy az az e-mailem van hozzáadva, mert akkor változtattam volna e-mailt azon is, titkokomon is. De hát, de én nem értem, akkor is mondom, gépen be tudtam lépni normálisan, a titkok live stúdió programban is, csak a telefonon nem tudok. Onnan nem tudok belépni, nem jön a hivatkozási kód. De miért? Ugye csak a gépen adtam meg azt az e-mailt, mondom, én telefonon akkor sem fogom megadni már az e-mailt, meg ugye telefonon használom az OTP-t, meg minden. De ott is csak az én adtam meg az e-mail címét, léptem be a... Van az a... olyan, mint a Google Chrome, valami... Mi is az a böngészőnek a neve? Nem tudom már, a Windows 11-en van még a Windows 10, az a alap böngésző. Ó, valami Bajkafosz, vagy mi a neve. Ugye azon léptem be csak. Jó, nem hinném, hogy fel tudják törni a többi dolgomat is. De mondom, inkább fel a biztonság, le is formáztam egyből a telefont, vagyis újra raktam gyári beállítás. Ja, hát mondom, a gépet nem hiszem, hogy azt... De hát, nem tudom. Na jó van. Remélhetőleg mindent elmondtam tényleg, amit szerettem volna. És úgy kíváncsi leszek, hogy nektek mi lesz a vélemény erről. Már vártam már nagyon, hogy elmondjam. Ja. Pedig amúgy elsőnek az elején nem akartam elmondani, mert akkor biztos azt mondjátok, hogy na, ezért vagyok ilyen ezért. Hogy is mondjam. Ahogy mindig mondták, hogy buta meg hülye. Jaj!
Na mindegy, gyerekek, hát. 40 perc vagy a videó. Úgyhogy így jártam a Facebookon, vagyis a Facebookkal nem jártam úgy, csak mondom nekem, na, nem kell az a Facebook. Azért már bent jobb videó van, mint kint. Ja. Kinézek már itt. Mert amúgy jó idő van kint is már. Csak hát... Azért akkor is. Azért mondom, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről az új telefonról. Most már leveszem a selfie botot. Úgyis már nem sokkal elköszönök. Elmondom, ez a neve. Xiaomi Poco. Kicsit szörös vagyok, ne nézzétek. X6 Pro, hol van már? X6 Pro. De miért X5 Pro? Nem X5. No. X6 Pro. 512 belső memória és 12 giga RAM. Itt venni. Ezt néztem ki. És akkor 145 lenne. Ezt néztem ki, gyerekek. Nem tudom nektek erről mi a vélemény. De ahogy látom, nincsen negatív nagyon. És hát nincsen egy negatív se. Megnéztem YouTube-ról a videókat, és ott is egész jókat írnak a telefonról. Ja. Ezt néztem ki. Lehet, hogy... nem tudom. Lehet, hogy... Na, mindegy, azért mondom, hogy... Ezt szeretném majd. És akkor ezt a telefont meg eladni valahogy. De én több ilyen e-mailes megadás, meg ilyenekben nem megyek bele. Fő, gyerekek. De miért jó ez? Hogy tudnak az ilyen emberek úgymond elaludni? Hogy van lelkismeretük úgymond... Megy a topfelvásárló. Tudubádi! Megy az élik. Meg ugye a kamera miatt is szeretnék váltani, mert ugye már annyira jobb lenne már egy kicsit jobb kamerát is menni. Hát ne. Jó, nem rossz ezzel a aerolapival is videózni, de annak szerintem biztos, nem tudom mennyivel lesz jobb. Néztem róla nyilván videót arról is a kameráról, szerintem valamennyivel jobb, ahogy láttam, nem tudom, majd mondom nyugodtan, mert mondhatjátok erről is a véleményt. De most csináld már, amikor megy a videó. Eddig. Mert láttam, van a sima ennek a telefonnak, a X6 van sima, ugye, hogy alap, hogy az a neve, hogy X6, nem Pro, hanem sima, nem tudom, az a kettő, nem néztem még az a kettő közt, hogy mennyivel, most, hogy az melyik jobb, a Pro meg a sima, nem tudom. Úgy, az a kettő közt mi a különbség, biztos gondolom van különbség, de mondom, nem néztem még meg, nem hasonlítottam össze még a állókeresőn, ugye. Nem néztem még el a kettő külön videót, de... Ja, nyilván ha simát venném, az olcsóbb lenne, láttam ilyen 106 vagy 110. Ja. Na mindegy, elsőnek ez sikerüljön eladni valahogy.
kopható F4-et, hát nem tudom, nehéz lesz mi. Jó, hát mondom, még egy csütörtökön vagy mikor raktam ki, hát még van még idő, hát. A PlayStation-t is nem is tudom, mennyi idő alatt sikerült, egy hét, két hét, már nem tudom. Jó, hát ez PlayStation 5 volt. De tényleg milyen jó, hogy kilaktam minél hamarabb a PlayStation-t. Hú. Ahogy mondta is a srác, hogy minél hamarabb hirdessem, mert sokan meg fogják arra elni próbálni. Mert ugye jön majd a PlayStation 5 Pro, vagy a PlayStation 6 Pro, vagy mit már, hogy mond. Ja. És tényleg néztem is, amikor adtam el a telefon a hirdetésbe, hogy fú, jó sokan adják már el a PlayStation 5-öt. Na mindegy, hát. Gondolkozok, hogy még megyek-e cigizni, vagy nem. De már lehet, akkor kérem menye. Ez most jó hosszú videó lesz, most belesportolva úgymond a 8 napos vlog. Mert mondom, azt hiszem, hogy 8 napja nem raktam már fel vlogot. Ja. Itt van a kártya. De már nincs benne, mondták is, hogy mondtam is, kérdeztük, akkor mi legyen a eredeti kártyával, amit úgymond, gondolom, akkor azt is úgy ellopták, megtudták. Hát azt mondták, azt ki el kell tépni, égetni, stb. Mert azzal már nem tudnak mit csinálni. Ja. Úgy. Megint elégetni, mint a izét széttépni, mint a levulótóban. Á, Istenem, gyerekik! De miért jártam így? De miért nem gondolkoztam előre az én a fejemmel? Nyilván benne van az, hogy előre utal, és akkor ő állja a költséget, írja is. Jó, meg is adtam, mondom, a számaszámomat, mert azt úgy meg lehet adni, azzal nincs baj. Hát de... Gyereki! Vagy személyek igazítás. De miért? De miért? Hogy, ahogy már mondtam, hogy tudnak az ilyen emberek élni? Ezzel keresik a fejét. De miért jó ez? És nem tudom, és sosem volt ugye esetben, hogy lopjak pénzt, hát én nem is tudnék úgy az én. Ja. Nem tudom. Ja, de jó, hogy nem volt rajta a fejsz gyereki. Annyira örülök. Na mindegy, jó, hát ez van. Vannak ilyen emberek. Tisztelt a kivétel van, no? Tudom, hogy nem szeretitek, hogyha beszélek a ugye az öltözésről, de megint volt olyan, aki lőnazdába volt valamint nap, ugye mentünk ugye, akkor mentünk valahova, na mindegy hova, a csütörtökön volt, azt, hogy is volt, volt vagy 6 fok lehetett, vagy 8 fok, mindegy, ha 6 vagy 8 közfok volt, ugye, mert ugye lehűlt a levegő, mindenhol gondolom, csütörtökön azt hiszem volt, igen. Ja, csütörtökön, és akkor 7 óra fele volt, mert 7 óra fele mentünk valahol. Ja, mindegy, így orvoshoz, de most mindegy, hova, mi volt ott. És oda mind nadrágban volt, mondtuk, és egyből a szemünk oda izélődött. Hiába van az, hogy mondjátok, hogy ne foglalkozzak vele, ki hogy öltözik. Jó, de akkor is annyira idegesít, hogy 6-8 fok, vagy mennyi lehetett, mert nagyon-nagyon tényleg hideg volt. Akkor nagyon lehűlt a levegő, fújt a szél, meg minden. És ő meg, de érdekes felül, meg kapuszni, meg minden. De nem is, tényleg nem nagyon voltak örülök, de azában csak az az esrát, hát mondtuk is, hogy a marha. De nem csak én, hanem Fatel is, meg Utel is mondta. Azért nem csak én, mint égen az idegesítő, hanem Fatel is, hogy
Egyesek miért öltöznek így, akkor olyan ide van, nem látja, nem érzi, ha kimegy, hogy jó, na, lehet érezni. Hát én akkor sem tudom megérni, és nem is fogom tudni, hogy egyesek miért tudnak úgy. Annyira nem lehet jó a testük, hogy ne fázzanak. Hát. Annyira akkor se, hát én ezt nem tudom felfogni gyerekük. Na mindegy, hát ez van. De akkor is mondom elő. Azért vagyok videós, hogy beszéljek mindenről, amiről szeretnék. Nyilván mindenről nem, mert ugye vannak olyan dolgok, amiről nem szabad. Hogy már ugye mondtam, ahogy Ádám úgy is már beszélt, hogy nem szabad. Mindenről beszélni, mert csak a baj lesz belőle. És ez tényleg így van. Hát én is már nem is tudom hány éve. Videózok már 7-8 éve. Bizarkább azt tudja. 7-8 év alatt durván arról még sose beszéltem, amit nem, amiről nem, sose. De én arról vigyázok, hogy azt nem mondjam. Nyilván most úgy se tudjátok, hogy miről. Ja, de ja, sose mondtam azt a dolgot, arról a dologról. Ja. Jó, nyilván van olyan, aki biztos beszél róla, mert nem zavarja, leszalja. De én nem, meg hát mindenki is beszéljek arról, amikor én nem is akarok. Na mindegy, hát ez van. Tidududapapu. Hú, mennyire látszódik az irisztől. Kicsit hidegültem már a mosztel, hogy kicsit kint ültem már, hogy több mint 40 percet majdnem. Ja, tudom, mit akartam még beszélni Patuskáról. Valamíg lájúzott a titkokon. És beszélt a cigiről, a töltött cigiről, hogy mi is volt a téma, hogy a cigi, hogy miért nem szívsz, mert ugye mondta a Patuska, milyen drága a bauti cigi, mert minden is, ugye, csak ugye most megint elvileg leszokott, mert hogy most megint elég volt neki, mert hogy drága, és akkor írták is a csetbe, hogy miért nem szív, akkor töltött cigit adva jobban kijön. Pedig azzal tényleg jobban ki lehet jönni, mert azt hiszem mennyi is, egy csomag nagy dohányos, ilyen 3500 vagy 3700. És ugye én mindig cigitartóba csinálom, kijön belőle 3-4 dobozzal. Valamikor 3, valamikor 3,5, valamikor még 4. Azért mondom, majdnem legyen 3 doboz mindig. És 3500 vagy 700 forint. Hát nem jobban megéri. Csak hát ugye mondta Patuska, hogy ott nem szereti tölteni, mert jaj, nem úgy csinálja meg, vagy gyengén csinálja meg, vagy nagyon erősen nincs hozzá türelme. Pedig hát, ugye erről is már beszéltem, hogy én is már, hát ha neki kezdem csinálni, akkor ilyen fél óra, 40 perc alatt, 45, legyen 40 perc, kb. 45, biztosan megcsinálom az egész nagy csomagos dohányt. És pedig meg lehet azt tapasztalni, hogy kell tölteni, ha hát mondom már így, hát szerintem már mióta töltöm. Hát szerintem már mióta videózok még előtte is. Szerintem már azért mondom én már, hogy 8 éve biztos töltöm már cigit. Ki lehet azt már tapasztalni, hogy hogy kell megtölteni, csak meg kell tudni. Na, hát nem is használni, hanem hát igen használni, hogy lehet azt megcsinálni jól. Ja. Az én mondom, hogy meg lehet azt mindent tanulni, hogy kell megtölteni a cigit is. Úgy, mint a déli kúlást is, ha tudja Patuska, akkor nyilván ezt is meg tudná, ha akarná. Jó, hát gondolom, meg lehet azért sincs ideje, mert hogy ő dolgozik. Nekem meg persze könnyű így, hogy nem dolgozok, és akkor ráélek tölteni.
De hát Ádámokból is töltünk mindig, már mióta. Az pedig ő is dolgozik. Jó, hát úgy hallottam állítom néha van, hogy Szabina is segít neki, de hát... Mondta is, hogy magának akkor jobban meg tudja tölteni. Még ezek az elektromos cigi töltők nem is jók. Ugye nekünk is van. De már nem használjuk, már régóta. Csak a kézileg megcsinálni a cigit úgy a legjobb. Ezek az elektromos bármennyi lehet, 10 000, 20 000, 30 meg 50 000, meg ilyen, meg olyan. Azok úgy se tudják úgy megcsinálni, hogy mint kézileg. Nyilván kézileg is néha el lehet lontani, mert én is jártam már úgy, hogy néha, hogy olyan gyenge volt, hogy amit már mondtam, ugye, hogy olyan hamar elszívtam, hogy pff. Nyilván igen, de ez nem attól függ, hogy már kitapasztaltam, hogy nem csak tőlem függ az, hanem hogy milyen a dohány, hogy mennyire száraz, úgyhogy ettől is függ. Ja. Hoppá. Hú, már 56 perc, hogy a videócska. Most tényleg jó ki lesz sportolva. Sokan nem szeretik, mondom, a nagyon hosszúkat, de hát majd szép lassan valahogy megnézik. Nem tudom. Hát nem. Ezt is meg is ittam. Úgyhogy, ja. Valamelyik nap megnéztem, hány kiló vagyok, vagy Isten nap, ja. 135,5 vagy 6 voltam. És itt már megint fogytam. De mondtam utána is, hogy látszott rajtam a seggemen is, hogy ja, soványabb. Hát azért jó lenne, melyik eljön menni nyilván. Majd meglátjuk. Ja, hát most tovább nem is szoktam már úgy enni. Már nem mindig eszek csemegét se. Például ugye a chipseket már nem szoktam nagyon, mert már meguntam. Max, ha eszek is ilyen lopis szoktam, az meg annyira nem hízlal, ugye. Ja, jó, néha még ilyen csokit meg szoktam enni, ha kívántam. Néha még a csokit azt kívánom, vagy a cukrot. Az ilyen cukrot. De, ja. De már chipszeket már szerintem, hát az életemben már annyiszor ettem, már annyi fajtát, hogy már persze, hogy nem kívánja a szervezetem. Ja. Pedig van ez a bolt itt Debrecenben, biztos hallottatok már róla. Ez az amerikai bolt, valami Debrecenben, valami Sweet Line, vagy mi a Sweet, vagy mi a neve. Ez az amcsi bolt, ilyen amerikai bolt. Fú, na ott láttam, ott van a sokfajta ilyen csemegék. Biztos hallottatok már titkokon, ugye mindig rágozik és mutatja a termékeket. De kibaszott drágák, 2000 ilyen takis, nem tudom milyen csipzet a takis. Mindig azt reklámozza, hogy mutatja a takis, meg ugye azt a prime, valami italt. Mi már voltunk egyszer ott nyáron fatállal. Ott abban a boltban mennek, néztük ugye. De alapvetően tényleg nagyon drágák, nem éri meg egyik se szerintük, mert nagyon drágák. Valami Sweet Light, vagy Sweet Light, vagy mi a neve. Ja, ott tényleg vannak ilyen jó kis úgymond csemegék, meg ilyen chipsek is, meg mindenfajta dolgok. De mindegyik nagyon drága. Ja. Mindegyik. Á, nem él, nem. Nem tudom. Annak tényleg hiába ugye na, van pénzem meg minden, de én annyit akkor is sajnálok kijönni. Pedig biztos, ha annyira leklámozd azt a takis valami chipset, biztos akkor jó lehet, de hát még mennyi fajta ez a dobozos valami Pringles, vagy mi a neve, Pringles, vagy Pringles. Hát a dobozos is, ami van a Lidlinél, vagy Lidl, hogy kell mondani Lidl, én így szoktuk.
Ott is, mert annyi fajta van. Ez a Plikbass, vagy mi a neve. De hát... Azok is, ilyen 1500, 2000, meg 3000. Hát annyi az, ami... Fú... Biztos, hogy is már hallottatok, akkor gondoljátok, miről beszélek. Most legalább reklámozom őket. Ha jól ejtettem ki a nevüket. De a srác az is, mert az is a főnök tulaj a boltnak, aki szokott live-ozni titkokon a boltnál. Az is már, amikor beírtam live-ba, megküldtem egy kis ajándékot. És akkor ő is mondta, hogy majd nézzünk már be a boltba, vagy nézzem már be a boltra, mert akar-e veled beszélni. Tehát ma mondom. Ja. Meg még valamiről akartam beszélni. Hogy volt ez a mobil Fox Member-ös izé. Azt is nyilván hallottam, láttam. Hát ahogy láttam, hogy nagyon sokan szígyák, hogy egyes emberek pénzért, hogy képesek elmenni oda. 1000 forint, meg 2000, meg 5000. Ja, hát igen. Most annyival nem lesz jobb, nem hogy akkor adta volna olyan embereknek, akik jobban megérdemli azt a 2 milliót. Mert akik úgy elmondták is, hogy biztos olyan emberek mentek, akik úgymond megvan mindenük. Úgymond is. Meg hogy nem szegények. Én is így vagyok vele. Jó, van olyan igazság, aki írta is az egyik titkokon videóban, kommentben írta is valaki, hogy valahogy nem mindegy, hogy ki mire költi a pénzét. Hát jó, ez is igaz, de hát ha már ennyire szereti osztani a pénzt, akkor miért nem osztogatná olyan embereknek, aki tényleg. Hanem. Na, jó van. 1 óra 2 perces filóvlog. Azt a baszta. Na, hát ha tetszett ez a hosszú videó, mert nagyon hosszú rekord videó, mert régen volt már ilyen hosszú, nagyon hosszú 1 órás vlog. Hát nem is tudom, mikor lehet ez, szerintem még talán a másik csatornámon. Ezen a csatornán nem hiszem, lehet, hogy volt már, de... Csak ugye azért nem csináltam ilyen hosszú videókat utána, mert valakit nem szerette az ilyen hosszút. De most akkor nem nézi meg, vagy akkor megnézi 2-3-szor. Például a Ficelgő is azt mondta, hogy ő is ad ilyen hosszú videókat, ha csinálok is, akkor így megnézi több alkalommal. Mert ő is dolgozik, nem tudja megnézni egyszer, nincs rá ideje, hanem megnézni, vagy 3-4-5-ször, amikor meg tudja. Ja, no. De ha azért, ha tetszett ez a hosszú filó vlog, nagyon szépen köszönöm szépen a lájkot, és mindenkinek köszönöm, hogy megnéztétek azt a hosszú videót. További szép napot, jók legyetek. És akkor, ahogy mondtam, most be lett pótolva, hogy nem volt videóm. Ja, ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy na már leteszem a selfie botot, már nem kell már. Azt mégis majd csak csináltam. No, tényleg jók legyetek. Majd még jövök. Hát ma már nem. Majd nem tudom mikor a héten, még csak jövök még szerintem. Nyilván fogok, gondolom a héten. De ja. No, tényleg elköszöntem. Sziasztok! Azta-baszta. Csokkáá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